Szávasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon. Ahogy látjátok, itt vagyunk az autóban, ugyanis nem máshol parkoltunk meg, mint Movie World. A Movie World előtt, itt a Movie World parkolójában mutatom nektek. Ott van szembe a Movie World, látjátok, az a sok hullámvasút. Ugyanis aki nem tudja, hogy mi az a Movie World, ez egy vidám park. De nem egy átlagos, normális vidám park. Mégis egy normális vidám park. Filmes vidám park. Megtalálható itt a Batman, a Superman, a Green Lantern, a... Nem csak. Ilyen szuperhősök megtaláltok. Nem mind szuperhős, de nagyon sok szuperhős is van. Úgyhogy a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint megmutatjuk nektek az 5 kedvenc... Hullámvasutat! Ugyanis nagyon sok hullámvasut itt van, kicsi, van nagy, mindenféle fajta, de van 5 olyan, amit rettentően szeretünk itt ebben a Vidám Parkban. Van egy-kettő, amire a Lucas sajnos még nem ülhet fel, ugyanis a Lucas hány centi vagy? 136 centiméter, és van egy-kettő, ami 140 centiméternek meg kell, hogy legyél, különben nem engednek fel rá. Úgyhogy ma ezeket a hullámvasutakat szeretnénk nektek megmutatni. Van egy-kettő felvétel, ami nem a miénk lesz, ugyanis van egy vagy két hullámvasutóval kamerát nem szabad felvinni, de találtam felvételeket róla az interneten, úgyhogy ezeket is meg fogom nektek tudni mutatni, ugyanis a legtöbbre megpróbálom felvinni a kamerát, tehát látni fogjátok, hogy is megy ez a hullámvasút, hogy néz ki, úgyhogy szerintem ne húzzuk tovább az időt, induljunk el, rendben? Yay! És még mielőtt elindulunk, majdnem elfelejtettük majdnem a leglényegesebb dolgot. Lesz nyereményjáték, ugye? A kérdést most mondjuk, vagy a végén mondjuk megint? Végén. A végén, mindig a végén mondjuk a kérdést, amit semmi más nem kell tenned, mint fel kell, hogy legyél majd iratkozó, ugye erre a csatornára, egy lájkot nyomni a videóra, és részt lehet venni majd a nyereményjátékba. Nem lesznek jó válaszok, nem lesznek rossz válaszok, ugye mindenki részt tud venni, hogyha akar. Úgyhogy húzom a kamerát, ugyanis hoztam a szemegemet is, ezt a videós szemüveget, tehát hogyha ez rajtam van, én rajtulok hullámvasúton, ezzel rettentő jól fogok tudni filmezni, csak nehogy leessen a fejemről. Vagyunk, hol vagyunk? A Mellusztrét. A főutcán, ez az egyik főutca, ahol van sok kisebb bolt, ahol lehet venni sok minden dolgot. Van itt például egy mozi is, ahova most nem fogunk bemenni, ez egy 4D-s mozi. Van ott kávézó, sütiző, van ott egy fagyizó. Ilyen boltokban lehet venni például ilyen Batman-es sapkát, Batman-es pólókat, mindenféle fajta ilyen szuperhéró hősös dolgot. Aztán lehet csinálni fényképet például ott a Scooby-Doo-val ott szemben, hogy látjátok. Aztán később kijön a Batman is, a Superman is, meg ilyen különböző műsorokat készítenek itt, ami most nem mással fogunk menni. Hátra megyünk először, ugye? Ja. És az egyik kedvencünk nem más, mint a... A vizes! Ahogy nem tudom, hogy halljátok-e a háttérben, de csikrognak a gumik, ugyanis van itt ilyen autós műsor is. Érzed a szagot? Jön a guminak, az égett guminak a szaga. Ilyen műsor csinálnak, csikorog a kerék. Majd legközelebb oda is be fogunk menni, de jelenleg még mindig tartunk hátrafelé, ugyanis az egyik kedvencünk hátul van. Megjöttünk az első kedvenc vasútunkhoz, és ez nem vasút, hanem ez a vizes leesés, ez egy ilyen vadnyugati része, ahogy látjátok, ez a hátsó rész úgy van megcsinálva, mint egy ilyen régi vadnyugat lenne, van itt ilyen régi stílusú házak. Mit mondasz? Nem tudod, hogy miért. A Lucas nem tudom miért, valami oktán fogva egy kicsit tart tőle. Ugyanis az egész jó, egész addig még a végén le nem esik ez a vízesésen, ez a kenu, nem kenu, ez a hajó, és belecsobbanunk a vízbe, rettentő vízesek leszünk, ami abból jó, hogy most nagyon meleg van, és legalább le fogjuk tudni magunkat hűteni. Látjátok, ide ki lehet kötni a lovakat is, hogyha például pacival jöttél, ugyanis van itt egy ilyen bár,
mert ez a legelső kedvencünk, ahogy látjátok, ott van egy nagy hegy szembe, ott kell beszállni ebbe a kis, hol megy, látod? Ilyen, mint a kenu lenne, vagyis nem kenu, a hajó, abba bele kell ott ülni, körbe megy ott egészen hátul, ilyen vízen, oda fel fog menni, és le fog esni az emberekkel, és itt rettentő vizes lesz mindenki. Úgyhogy megvárjuk még ez itt leesik, megmutatom nektek, hogy végülis hogy jön le, aztán készen állsz, akkor besétálunk, és végigmegyünk rajta, rendben van? És... Boom! Lukasz, készen vagy? A Lukasz olyan jobbnál fogva nagyon izgatott, mondjuk az, hogy izgatott, amit ez most körbe fog menni, aztán egy kicsit majd begyorsul, majd meglátjátok, hogy milyen lesz. Szóval elkezdenek lövöldözni, majd ott a kovbolyok, és a legvégén onnit le fogunk esni, onnit föntről. Végülis az a legjobb része. Ja, az üres sem megy, még nem túl sokan vannak. Még az első itt az eleje szerintem a legrosszabb, itt leszünk a legvizesebbek. Ez az első kisebb, ami fel fog vinni oda, aztán majd le fogunk esni ilyen kisebbbe. És hátrafelé fogunk leesni. Figyelj, készen van. Nem tudom, mit lehet látni egyik lembek, ha itt nem van. Legyünk hátrafelé. Jaj, te! Ez jó volt. Leestünk hátrafelé egy picit. Kicsit leütöttük most már magunkat. Már kicsit itt begyorsul, itt egy kicsit be fogunk gyorsulni. Figyelj, ott a vonat fönt. Itt van. Itt van az. Itt vannak az indiának, vigyázzon. Igen. Itt van a kocsma. Ott a verekednek, meg lövöldöznek. Vigyázzon, hogy miért lehet eltaláljanak. Készen áll? Most megyünk fölfelé. Most ugye? Hát hát, papírját. Megérkeztünk, figyelj! Fordulunk! Luka! Figyelj! Hisz hideg volt, ahogy rettentő jó volt, hogy lejöttünk, nem tudom kamerám, mennyiten lehetnek látni. Mit? Úgy érezted, hogy hideg mi? Amúgy én rettentően szeretem ezt a vasutat. Most még nem máshol fogunk menni. Mit? A hajadat? Ja, vizes lett a hajad, de hát az már a lényeg, legalább lehűltünk. Amúgy itt vissza sétálunk, úgyhogy elmegyünk a következőre. Sok minden amúgy itt nincs, ott egy ilyen rettentő nagy szállító, hogyha mondjuk tél van, ott szembe, oda bemész és megszállítanak, ha jól tudom, oda van írva, látod, $5. Aztán ott van egy ilyen kisebb bolt, ahol lehet vásárolni ilyen érdekesebb, ilyen westernes dolgokat. Itt meg le tudunk ülni. Na mi van, készen vagy, megyünk tovább? A következő a kedvencünk nem más lesz. Mire ültem rá? A kezedre? A következő kedvencünk nem más lesz, mint... Dumpster! Rettentően szeretem azt is, hogy körbe-körbe fordul az ilyen szuperhős, és ott van. Ki van ott végül is? A Superman? A Superman van ott, nem? Nem a Superman? A bizarr! Ja, úgyhogy menjünk, aztán megmutatjuk nektek.
Hogy élvezted? Jó. Jó volt. Mikor felmegy, meg ott megáll egy milyen 5 másodpercre, azt hittem, hogy nem komolyan mondom, kiesünk belőle. De menjünk a következőre. Melyik a következő? Melyik legyen, amiket megmutatjuk neki? A Scooby-Doo. Rendben van. Menjünk a Scooby-Doo-ra. A Scooby-Doo amúgy ott van szembe, az egy ilyen benti. Már mentünk rajta nagyon sokszor. A Scooby-Doo az egy ilyen benti hullámos út végül is, a sötétbe megy, és sok mindent nem lehet látni, de van róla egy ilyen régebbi felvételem, amikor képzeld el, fel volt kapcsolva a villany, és lehet látni végül is, hogy merre megy. Ugyanezt képzeld el, csak sötétbe és közben villognak a fények, meg megy a zene. Scooby-Doo-val, te! Lucas, milyen a fejed? Fáj, ugyanis néha bevered a fejedet ide hátulra az ülésbe, mert ugye sötét van, meg rángat, meg mindent csinál, ami rettentő jó, főleg ebben a sötétben megy a lámpa, a zene, rángat, mindent csinál, de rettentően szeretjük ezt. Ugye most nem más fogunk csinálni, mint átmegyünk a másikra, és megmutatom nektek, hogy ez egy nagyon régi ilyen hullámos út, rettentő régóta itt van, és ez volt régebben az egyik kedvencem. Úgyhogy a véletlen megihezzel itt lehet kapni Batman burgert, meg Joker burgert, ami jön sült krumpli, valami rendes hamburger, csak ugye úgy nevezték el őket, és kapsz hozzá ilyen micsonát, ja, popcorn, pattogatott kukoricát, már nem azt kapsz hozzá, hanem kólát, de lehet venni pattogatott kukoricát, vagy mindenféle olyan dolgot, amit a Lucas, meg minden gyerek nagyon szeret. A következő kedvencünk pedig nem más, mint a Batman-es, az, hogy mondják, milyen Ark? Arkham Asylum. Ezt rettentően szeretjük, vagy szerettük. Ezt régebben képzeld el, halálos fegyvernek hívták, olyan hullámos itt volt, mikor megérkeztünk ide legelőször a Gold Coastra. Nagyon tetszett nekünk, nagyon gyorsan ment, nagyon magas volt, nagyon jó volt, aztán közben megváltoztatták. Batman-esre változtatták meg, és végülis a hullámos ugyanaz, mint régen, csak ugye másnak hívják. Úgyhogy erről egy régebbi felvételt meg tudok nektek mutatni, hogy végülis merre megy, hogyan megy. Rettentően szerettem ezt annak idején, bár még mindig nagyon szeretem. Mielőtt
átadjunk a másikra. Megmérjük a Lucas-t, ugyanis mióta megváltoztatták ezt a hullámvasutat, addig felemelték a méretet is. Majdnem, nem vagy ott, majdnem ott vagy. A Lucas mindig eljön megméri magát. Egyszer volt rajta, vagy kétszer, annak idején, mikor még másnak hívták, de nem tudom, miért megváltoztatták ezt a méretet. Úgyhogy most tudod, mit csinálunk? Most pedig elmegyünk az utolsó kedvencünkre, vagyis az én kedvencemre, ugyanis a Lucas, ez is hány centi vagy? Ez is 140 centis, ha jól emlékszem, ugye? Ja. Ez a szupermenes, ugyanis 2 másodperc alatt 100-on van, képzeld el, rettentő gyorsan megy. Én rettentően szeretem a Lucas-nak, meg szerintem még egy ilyen pár hónap, és eléred azt az egy centi kell csak a Lucas-nek, és ő is felül lehet rá. Ez a hullámvasút rettentő gyorsan megy, én nagyon szeretem. Úgyhogy menjünk! Az autóba, ahogy látjátok. Én rettentően élveztem ezt a mai napot, te? Ja, én is. Nagyon jók voltak, főleg ez az utolsó, majd meglátod, ez a szupermenes, 2 másodperc alatt 100-on van. Ha eléred azt a 140 cm-t, meglátod, hogy annyira megy. Úgyhogy reméljük, hogy ti is élveztétek. Tudom, hogy a videón keresztül ugye annyira nem lehet élvezni, mint mi itt élőbe, de még mielőtt befejezzük ezt a mai videót, milyen? A nyereményjáték, amit ígértünk ugye nektek. A nyereményjátékban, ha részt szeretnél venni, te mondod, mit kell csinálni? A szokásosat. Ja. Szerintem mindenki tudja már. Ja. Fel kell, hogy legyél iratkozva a csatornára, és mit nyomni? A like. Egy like gombot erre a videóba. És a kommentből kell ugye válaszolni. A kérdés pedig nem más, mint az 5 hullámvasút közül, amin ugye ma mi mentünk. Melyikre ülnél fel a legszívesebben? Ugye legelőször volt ez a westernes, ez ja. A vizes, ahol nagyon jól, még mindig az, hogy nagyon jól leütöttük magunkat. Aztán volt ez a Doomsday, ami így körbe-körbe megy. Volt a Scooby-Doo, aztán volt ez a Batmanes, ugye, ami régen halálos fegyver volt. Aztán az utolsó, a Supermanes. Az 5 közül, tudom, hogy mindenkre felülnél, biztos, hogy mindenkre felülnél, de melyikre ülnél fel a legszívesebben? Szerinted a videók alapján melyik volt a legjobb? Ha nekem kellene választani, én nem tudom. Talán a vizes, mert ott lehűlsz, de a szupermenes meg nagyon gyorsan megy. A Scooby-Doo mert sötét. Végülis mindegyik. Én nem tudnék választani. Te tudnál választani? Nem, nehéz lenne. Úgyhogy ezt a mai videót itt most mi befejezzük. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnénk kívánni, attól függ, ugye, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!